Jó estét kívánok, kedves nézőink! Január 29-én szerda este köszöntöm Önöket. Nézzük kiemelt híreinket! Jótékonysági bál a Sátor Aljaújhelyi Katolikus Keriben. Bizottsági ülések Sátor Aljaújhelyen. A megyei közgyűlés hatékonyabb kommunikációval is építi kapcsolatát az állampolgárok felé. Több mint 350-en táncoltak, mulattak, szórakoztak együtt a Katolikus Keri jótékonysági bálján a hétvégén. A nagyszámú részvétel nem csak annak köszönhető, hogy két iskola és egy óvoda szülői közössége is tantestülete támogatta ezzel az intézményeket, de annak is, hogy a szervező pedagógusoknak köszönhetően mindig nagyon színvonalas, jó hangulatú mulatságot szerveznek a farsangi szezonban ide. A bevételt idén is három intézmény egyenlő arányban kapja meg. Azt szeretném elmondani, hogy körülbelül 2700 tombolát adtuk el. Nagyon köszönjük a vásárlásokat, és körülbelül 150 nyeremény sorsoltunk ki. A tombola szelvények és a megnyerhető tombola felajánlások száma is mutatta, sok ember táncolt, mulatott együtt egy jó cél érdekében a hétvégén Sátor Aljaújhelyen. Több mint 350-en vettek részt a Katolikus Keri alapítványi bálján, a három intézmény pedagógusai szervezték a bált, a támogatásból pedig azt érezhetik az intézmények, szeretik és elismerik az iskolákat és az óvoda munkáját a szülők és az önkormányzat is, mondta az igazgató. Köszönjük szépen, hogy a városnak fontos közgazdasági szakközépiskola, szakgimnázium, illetve most már az új átalakulás kapcsán technikum, és ez mindig is fontos volt a városban, fontos a katolikus óvoda, az Árpád-házi Szent Margit általános iskola. Tehát ez az egész katolikus oktatás, amely Sátor Aljaújhelyen van, és bízom benne, hogy még nagyon sokáig lesz. A bálon idén is részt vett Szamosvölgyi Péter polgármester, aki arról a kölcsönös támogatásról beszélt, ami a katolikus intézmények és az önkormányzat között már igen régóta megvan. Jókor és jól lépett az önkormányzat, akkor, amikor elsőként a Keri, a katolikus Keri jött létre egyházi fenntartásban, és egy olyan nagyon elfogadott és nagyon keresett iskola volt előtte is, de lett azóta is kiváló vezetéssel, valóban komoly egyházi vallásos töltettel, amire nagyon nagy igény mutatkozik. Köszöntötte a bálon résztvevőket Lóci Tamás esperes is. A nyár végétől Sátor Aljaújhelyen szolgáló római katolikus pap az oktatásban is részt vesz, és fél éves tapasztalatairól is beszélt. Én azt látom ezen a tantestületen, hogy felvállalja ennek a kihívását, és mind hitében egy gyakorló, érdeklődő közösség, egy olyan valaki, akiben azt látom, hogy jó együtt dolgozni, szakmaiságukban is egy innovatív csapattal találkozok. Hát azt látom, hogy annak ellenére, hogy azt mondanánk, a végeken vagyunk, egyáltalán nem vagyunk a nevelésben és az oktatásban végeken, hanem nagyon is központi szerepet tölt be ez az iskola komplexum ennek a városnak a gondolkodásában, és bízunk abban, hogy az a jelenformáló és tudást átadó tevékenység, amelyben minden nap mi felkészülünk és alázattal szolgálunk, az már annak már a mostani gyümölcsei is megmutatkoznak, főleg az általános iskola múltjából, de a többi iskola múltjából is egyre inkább megmutatkoznak a város életében. A bál bevételeit a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a három intézmény nevelési, oktatási célú programokra, ösztöndíjakra, eszközök vásárlásra használja majd fel. Új gyalogátkelőt létesítenek az Esze Tamás utca végén lévő nagyáruház mellé, és a kerékpáros közlekedés segítő táblák kihelyezéséről is döntöttek a Városüzemeltetési és Műszaki Bizottság tagjai a januári testületi ülés előtt. A Szociális és Egészségügyi Bizottság egy fogorvosi és egy háziorvosi körzet beszámolóját hallgatta meg, amelyből kiderült, a fogorvosi körzetek ellátásában nagy segítséget jelent az Adamantin Kft.-vel való szerződéskötés, ám a cél az lenne, hogy a 4-es számú körzetbe is állandó fogorvos szerződtessen a város.
Az Esze Tamás utca végén a gyalogos forgalmat az egyik nagyáruház generálja, ezért döntött úgy a Városüzemeltetési Bizottság, hogy egy új gyalogos átkelőt létesítenek a zsidó temető sarkára. A gyalogosok egyébként is használják ezt a szakaszt, ám így biztonságosabb lesz az átkelés. Egyre több a forgalom, egyre több az autó, egyre többek a bevásárló központok, illetve olyan forgalmas helyek, ahol a gyalogosok az útestet veszik igénybe, és nincs igazából kijelölt gyalogos átkelője. Ilyen jelenlegi pont volt most a Lidlölés környéke. Itt döntöttünk, hogy egy gyalogos átkelő létesítését már megelőzőleg javaslat alapján egy költséggel is történt, tehát itt tudtuk elfogadni, hogy ezzel az összeggel menjen tovább, és adtunk tovább zöld utat, hogy ez a gyalogos átkelője meglétesüljön. Valamennyi bizottság, így a Városfejlesztési is megtárgyalta az új helyi uszoda fejlesztési terveit. A beruházásról, a TAU támogatás lehetőségéről korábbi híradónkban már szóltunk. A Városfejlesztési Bizottság elnöke egy kiegészítő javaslattal élne az épület fűtéskorszerűsítéséhez. Szándékunkban áll majd a képviselőtestületi ülésen felvetni azt, hogy esetlegesen belevihető-e a hőszivattyús fűtés, amiről mára tudjuk, hogy jócskán olcsóbbat teheti a víznek a fűtését, hiszen ezek a mai szerkezetek 1 kW villamos energiából 4-5-6, sőt optimális esetben akár 8 kW-nyi hőmennyiséget is bele tudják pumpálni. Ez egy nyitva maradt kérdés, erre választ fogunk kapni. A bizottság viszont egyhangú igennel támogatta az uszoda fejlesztéséről szóló előterjesztést, és hozzáfűzöm, hogy a mai napon, és ez jellemző szokott lenni más bizottsági ülésekre, valamennyi olyan pontot, amelyet tárgyaltunk, egyhangú igennel támogatta a képviselőtestület felé a bizottság. A Szociális és Egészségügyi Bizottság ebben a hónapban folytatta az egészségügyi alapellátásban dolgozó orvosok, fogorvosok beszámolóinak meghallgatását. Az 5-ös számú felnőtt házi orvosi és a 4-es számú fogorvosi körzet éves munkájáról szólt az előterjesztés. Ez utóbbit az Adamantin Kft. Szerződéses orvosai látják el két rezidens fogorvos segítségével. Orvosokról van szó, akiknek megjelenési kötelezettségük van Debrecenben, hiszen 3 éves rezidensi képzésben vesznek részt. Felmerült az a kérdés is, hogy esetleg véglegesen tudja vállalni a Adamantin azt, hogy egy fogorvos jöjjön. Erre még pillanatnyilag nincsen lehetőség, de bízom benne, hogy a későbbiekben meg fog ez is oldódni. A bizottságok az előterjesztéseket elfogadták, a végleges döntés a januári testületi ülésen hozzák meg a képviselők. Partnerséget kínál a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei közgyűlés a régióban működő médiumok számára. Ez elsősorban a hatékonyabb, kölcsönös kommunikációban nyilvánul majd meg, hangzott el azon a sajtótájékoztatón, melyet már ennek jegyében szerveztek Miskolcon. Az irott és elektronikus sajtó vezetői munkatársai arról kaptak tájékoztatást, hogy a megyei közgyűlés miként szeretne napi kapcsolatot kialakítani a térségben élő állampolgárokkal. Borsod-Abolcs-Zemplén megyében 358 település található, városok és kisebb falvak egyaránt. Az itt élő állampolgárokkal szeretne hatékonyabb kommunikációt folytatni a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei közgyűlés olyan formában, hogy partnerségre kérte fel az itt található és működő írott és elektronikus sajtó munkatársait. A közgyűlésben zajló munka, a településeken megvalósuló fejlesztések eredményei és még meg annyi aktuális információt szeretnének eljutatni a hétköznapokban a megyében élőkhöz, hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet már ennek jegyében szerveztek. Minden olyan eseményre szeretnénk hangsúlyt fektetni, amivel megjelenünk a jövőben. Minden olyan fontos esemény, ami a megye életében fontos a jövőt illetően, és azt gondolom egyébként, hogy minden esemény fontos a megye életében, hiszen ezek az események a településeknek is fontosak, fontosak Borsod-Abolcs-Zemplén megyének, és ezekből az eseményekből tudunk a jövőt illetően építkezni. Fontos az, hogy a megye minden területén élő polgárok tudomást
szerezzenek arról, hogy mi történik Borsod-Abói Zemplén megyében, akár Dél-Borsodban, akár Észak, akár Kelet, akár Nyugat-Borsodban. Fontos az, hogy mindenki értesüljön Borsod-Abói Zemplén megye életéről és híreiről. A Borsod-Abói Zemplén megyei közgyűlés ennek tükrében az írott és elektronikus sajtóban, valamint a közösségi felületeken is igyekszik aktívan részt venni az információ átadásban és közvetítésben. Legfontosabb feltétel az, hogy párbeszéd legyen, és a párbeszéd természetesen csatornákon tud megvalósulni, ezért úgy gondoljuk, hogy egyik kiemelt feladatunk az, hogy a sajtó munkatársaival, a sajtó kapcsolatok minél szélesebbre tárásával minden olyan információt, amivel segíteni tudjuk a megyei önkormányzatok, illetve a megye lakosságának a mindennapjait, azt el tudjuk juttatni. Nagyon fontosnak tartjuk a ma az egyik legfontosabb az információ áramlás. A gyors, hatékony, pontos és objektív tájékoztatás. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az önkormányzatok és a megye lakossága olyan információkat kapjon, amivel a mindennapi életüket megkönnyítjük, lehetőségeket növeljük. Abaúje Zemplén tekintetében a Zemplén Televízió partnerként kapcsolódott be a közös kommunikációs elképzelésbe. A Zemplén Televízió Borsod-Abaúj Zemplén megye elég jelentős részét lefedi ellátottság területén. Az Abaúj völgye, a Zempléni térség, kisebb tájegységeként Bodrogköz, Hegyköz, Hegyalja, ha úgy tetszik, Hidasnémetitől Tokajig, Sárospatak, Sátoraljaújhely városokkal. A lakosság tájékoztatását eddig is megtettük, egyrészt bővül a paletta, és több hasznos információt juttathatunk el a lakossághoz, valamint mi is első kézből értesülünk a megyei közgyűlés eseményeiről. A Borsod-Abaúj Zemplén megyei közgyűlés legfontosabb szándéka ezzel az, hogy a napi történések tekintetében gyorsabban és hatékonyabban érje el az itt élőket. 15 elítéltet szakácsvizsgált a Sátoraljaújhelyi Fegyház és börtönben. A szerencsés kiválasztottak egy EFOP pályázat keretein belül tanulhatták meg a később szabadulásuk után is hasznosítható szakmát. A Belügyminisztérium és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága korábban heggesztő szakmai képzést indított az újhelyi börtönben. A cél minden ilyen oktatással az elítéltek szabadulás utáni visszailleszkedésének segítése. József már a börtönbüntetése előtt is szeretett főzni, így szívesen vállalkozott az újhelyi fegyház és börtön falai között indított szakácsképzésre. A vizsgán saját menüjét főzte le, amelyben töltött káposzta és palócleves is volt. Úgy reméli, később szabadulása után is tudja majd hasznosítani tudását. Már gyermekkoromtól elkezdtem főzni, és sajnos intézetben nevelkedtem gyermekotthonba, és ott volt rá lehetőség, ugyanúgy, mint az BV-n belül, tehát volt tankonyhánk, ott lecsóval kezdtem, pörköltekkel, bogrács gulyással, szabadban, szalonnasütéssel, és innen indult a főzés szeretete. Hál' Istennek elég jó szájízem van, tehát tudom érvényesíteni a fűszereket, tudom, hogy mivel kell használnom, mikor, hogyan kell használnom, innen indult ez az egész. A gyorsított képzést a Belügyminisztérium és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága indította egy EFOP pályázatból. Az ide szervezett tanfolyamot a Szerencsi Szakképzési Centrumon keresztül valósították meg, akik helyi oktatókat kértek fel a tanításra. Akár csak a kinti életben nem voltak egyforma képességűek a tanulók, de igyekeztek megtanulni mindent. Az alapokat mindenképpen meg tudtuk tanítani. Nagyon ügyesen sikerült a válogatás tulajdonképpen, mert 16 fő volt egy valami oknál fogva kiesett, de a 15 fő, aki ma már vizsgázik is, ebből merem mondani, hogy én a konyhámban 8-9 embert bemernék engedni. A tantárgyak között angol oktatás is volt, mint megtudtuk, ma már alapszinten egy idegen nyelven is meg kell tanulni, ami a szakmához szükséges. Amikor elvégeztük ezt az iskolát, nem biztos, hogy csak Magyarországon akarunk elhelyezkedni, Európába bárhová lehet menni, és ott megkövetelik, hogy bizonyos nyelvi alapokkal rendelkezünk. Itt ezeket a nyelvi alapokat megkapják, tehát hogyha kimegy Ausztriába, kimegy Angliába, bárhová, meg tud szólalni egy konyhába, hogy megérti, hogy mit mondanak neki, hogy mit kérnek tőle. Értelemszerűen utána ez a fejlődés ez nem áll meg, tehát ő nagyon csak egy alapokkal rendelkezik, de meg tudja magát állni, meg tudja állni a helyét a konyhába.
A börtönben a továbbiakban is tervezik szakmai képzés szervezését, legközelebb textiltermék összeállító szakmát indítanak a fogvatartottaknak, minden képzés az elítéltek társadalmi visszailleszkedését segíti. A továbbiakban is tervezzük itt a régióban a hiány szakmák pótlására épülő képzéseket. Minden parancsnokunknak a fantáziáján múlik, hogy mégis mi lesz a következő lépés. Mi a reményeink szerint ugyancsak vagy szakács, vagy burkoló, vagy lakatos szakmákban szeretnénk embereket képezni. A három képzésben közel 60 fogvatartott szerezhet új szakmát a börtön falai között. A budapesti díjkiosztó után már itthon, Sárospatakon köszöntötték a Csomós Miklós Nagy Attila párost, akik a tavalyi évben Peugeot 208 R2-ben bajnokok lettek. A találkozó keretében szerették volna megköszönni mindazoknak, akik a sikerek elérésében közreműködtek. Ennek természetesen nem csak a szóbeli változatát tették meg, hanem egy kis élményautózás is belefért. Élmény autózás és élmények felidézése, ez várta a családokat, barátokat, támogatókat Sárospatakon. A régió egyetlen rallis csapata ugyanis ilyen formában értékelte és idézte fel a tavalyi évben elért eredményeket. Volt is miről beszélni, hiszen a Csomós Miklós Nagy Attila páros a Peugeot 208 R2-ben lettek bajnokok. Mi vagyunk a főszerepben, ha lehet így mondani, ketten Attilával, de természetesen emögött egy nagyon nagy stáb van. Van úgymond Szabó Krisztián a csapatvezetőnk, aki nagyon sok mindenben segít. Nyilván van Faterom, aki nélkül az egész biztos, hogy nem működne, aki az autót szervizeli, és mögötte a család, barátok, Muterom, aki a főzést és ezeket a dolgokat lekoordinálja. Tényleg azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz, nagyon összeszedett sport, de nagyon jól sikerült ez az év. Azt gondolom, hogy Magyarországon szinte mi vagyunk a legkisebb csapat, ha lehet ezt így mondani, de szerintem éppen azért vagyunk ilyen sikeresek. Azt gondolom, hogy nagyon sok ember munkája hozzátesz az egészhez. Amit ténylegesen az emberek látnak, hogy a pályán egy trió van ott, az autó és a két versenyző, de tulajdonképpen egy nagyon komoly háttérmunka van a szervizparkban, vagy akár csak itt a felkészülési időszakban. Az új év sok sikert, eredményt tartogatott, de az új év új kihívásokkal fűszerezi majd a hétköznapokat és a versenyszezont. Új autóba ül be a csapat, ami új dimenziót is nyit a számukra. Hát ilyet mondani, az életed legnagyobb elismerését sikerült bezsebelnem a tavalyi év folyamán, és az előző héten ennek az igazi díját vettem át. És hogy így tudom lezárni, vagy így tudjuk lezárni ezt a korszakot, ezt azt gondolom, hogy nyugodt szívvel tudjuk elengedni, főleg, hogy itt áll mögöttem egy R5-ös autó, és ez egy új korszakot nyit meg, ami azt gondolom, hogy talán a gyerekkori álmunknak most az első lépcsőfokain állunk. Az új Skodát természetesen a támogatók, családtagok is kipróbálták, akik ezek után biztosan más szemmel figyelnek majd minden más rally eseményt. És végül főbb híreink még egyszer, egy-egy mondatban. Jótékonysági bál a Sátor Aljaújhelyi Katolikus Keriben. Bizottsági ülések Sátor Aljaújhelyen. A megyei közgyűlés hatékonyabb kommunikációval is építi kapcsolatát az állampolgárok felé. Önök az Zemplén Televízió híradóját látták, híreinket újra megnézhetik a Zemplén Televízió weboldalán, videótárunkban. Ha a kérdésük, témajavaslatuk van, keressenek bennünket a zemplén.tv@zemplentv.hu e-mail címen, vagy írjanak közösségi oldalunkra. Viszontlátásra!